Kósa faluban a két hetes jóka kende anyukája és nagymamája vehette át az idei Mózes kosár körbejár program egyik utolsó csomagját. Kende első gyermek a családban, így édesanyja Jóka Bozsi Erika nagyon örült a nők a Nemzet Jövőért Egyesület ajándékának. A Mózes kosarat Lévai Jánosné önkormányzati képviselő és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester személyesen adta át szerda délután a Kiskun utcában, mivel a koronavírus okozta a járvány miatt ezúttal is elmaradt az átadó ünnepség. Kossuth városban, a Tátos utcában is házhoz vitték a családnak a meglepetést. A december 3-án született Gergely Emma édesapja, Gergely Ciprián vette át az ajándékot. Emma második gyermekként érkezett a családba, a testvére Gergely Stefán mellé. Az édesapa nagyon jó kezdeményezésnek tartja a programot, nagy segítséget jelent a csomag és a kosár. A Mózes Kosár körbejár kezdeményezést 2013 óta szervezi a Kecskeméti Nők a Nemzet Jövőért Egyesület a Kecskeméti Önkormányzat támogatásával. Évente kétszer tíz család veheti át a kosarat augusztusban és decemberben. Ebben a hónapban is az első tíz kecskeméti gyermek és szüleik kaptak egy-egy felszerelt Mózes Kosarat és a hozzátartozó tartozó 30 ezer forint értékű babakelendjét emléklappal.